Jó reggelt kívánok, kedves nézőink! A Pirkadat következő vendége Hollik István, a Fidesz-KDNP frakció szövetség szóvivője. Jó reggelt kívánok! Kedves Csokon, jó reggelt kívánok! És mielőtt bejöttünk a stúdióba, egyáltalán nem titok, hogy éppen azt meséltem, tegnap este ránéztem az ön Facebook oldalára, és azt láttam, hogy két gyönyörű gyermeke van. Nem tudom, hogy most készült-e, vagy mostanában ez a felvétel, de hát két kicsi gyerek, akik bizony nyilvánvalóan sokba kerülnek még egy képviselői fizetés mellett is, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes arról beszélgetni, hogy a jövő évi költségvetés családtámogatási sorai milyen változásokat rejtegetnek. Lesz-e több pénz? Ha igen, akkor mire lesz több pénz? Az a jó hírem van, hogy a költségvetés tervezete szerint mindenre több pénz lesz. Tehát nincs olyan ágazat, amely kevesebb pénzből lenne kénytelen gazdálkodni, mint az idei 2018-as esztendőben. Így hát van ez a családtámogatásnak is. Azért muszáj ellent mondani önnek, mert hogy az első vendégünk az egyik országos nyugdíjas szervezet vezetője volt, és ő éppen azt állította, hogy a nyugdíjbiztosítási alap kasszájába kevesebb pénz kerül. Nyugellátásokra plusz 101 milliárd forinttal több jut 2019-ben a költségvetés jelenlegi tervezete szerint, mint 2018-ban. De azért, mert több befizető van, és akkor nagyobb az a csomag, ez a kiadást jelenti, nem a bevételt. Tehát, hogyha az lenne, amit ön mond, akkor az a bevételi oldalt érinteni. Én a kiadási oldalról beszélek. Tehát 100 milliárd forinttal többet fog fordítani a kormány nyugellátásokra, mint azt tette 2018-ban. Ez jelenti a nyugdíjemeléseket, jelenti azt, hogy avval kalkulál a kormány, hogy a gazdasági növekedés az ilyen magas szinten tartható fent, mint az idei évben. Ebben az esetben ugye az volt a megállapodás az idősekkel, hogy a gazdasági növekedésből ők is kapjanak részt, így igazságos ez. De a nyugdíjprémiumra félretett céltartalék pedig kevesebb, mint az idén. És azt mondom, hogy ezek mind-mind pluszba benne vannak, és ezért mondhatjuk azt, a költségvetés, ezek számok 101 milliárd forinttal pontosan többet fordít a kormány nyugellátásra. De nem csak a nyugellátásról van szó, hanem az egészségügyre is például pontosan ennyivel, egyébként pont 101 milliárd forinttal több jut, és a családtámogatásra is. Igen, elkanyarodtunk, úgyhogy térjünk akkor. Igen, elkanyarodtunk a családtámogatásokra. Összességében családtámogatásra, ebben minden típusú, tehát kedvezmények, adókedvezmények, családi otthonteremtési kedvezmény, tehát otthonteremtési programban minden benne van, de összességében a kormány 2004 milliárd forintot fordít családtámogatásokra. Ebben benne van mondjuk a gyermekétkeztetésnek a támogatása is. Ez ugye több, mint duplája, mint amennyit a szocialista kormány 2010-ben még fordított családtámogatásra. Ami változás lesz jövő évben, hogy ugye véget ér az a két gyermekesek adókedvezményét növelő program, amely elindult 2016-ban, és azt tűzte ki cél, hogy a két gyermekesek ugye két gyermek után járó 20 ezer forintos adókedvezményét, azt 40 ezer forintra emelje. Ez ugye 5 ezer forintokkal 4 év alatt emelte a kormány, ugye ez a havi 20 ezer forintról havi 40 ezer forintra történő emelést jelent. No, ennek a kifutása, ennek a programnak az jövő évben lesz, tehát jövő évben elérjük a két gyermek után igénybe vető 40 ezer, havi 40 ezer forintos támogatási összeget. De hogyha jól fordítom le, amit mond, akkor azért az a filozófia, ami meghatározta az elmúlt években is a kormány családpolitikáját, az nem változik. Tehát amikor bírálják ezeket a kormányzati intézkedéseket, akkor mindig azt szokták mondani, hogy igen, mert ez egy középosztályra lövő családpolitika, és a leszakadókat az sokkal kisebb arányban támogatja. Az az igazság ugye, hogy mióta 2014-ben bevezettük azt, hogy a családi adókedvezmény az nem csak az adókból, hanem a járulékokból is levonható. Ezért azt tudom mondani, hogy például egy kétgyermekes család, ahol legalább egy szülő, de ha mind a két szülő dolgozik, és mind a két szülő átlagbért keres,
akkor aztán végképp igaz az, amit mondok, de mondom, hogyha csak egyik szülő átlagbért keres, akkor is ez a családi adókedvezmény egy két gyermekes család esetében teljes mértékben, tehát havi 40 ezer forint, az teljes mértékben igénybe vető. Ez az átlagbér azért elég komoly csapda, mert hogy ebben benne van annak a bankszektorban dolgozó alkalmazottnak a néhány, bére is. Igen, valóban néhány ezer magasan kereső, így van, de csak azt akarom mondani, hogy ez akkor lenne igaz ez az állítás, hogyha Magyarországon nagyon magas lenne a munkanélküliség. Akkor lehetne mondani azt, hogy azok, akik nem jutnak munkához, azok ezeket a kedvezményeket nem tudják igénybe venni. Na de hát, ha jól látom, éppen most már avval ostoroz bennünket az ellenzék, hogy hát munkaerő hiány van, ami véleményem akkor... szerint egy jó probléma, csak azt akarom mondani, hogy ma Magyarországon eljutottunk ahhoz a helyzethez, hogyha valaki szeretne és van képessége, akarat ahhoz, hogy dolgozzon, az tud is dolgozni, fog munkahelyet találni magának. Éppen ezért a családi adókedvezmény azt gondolom, hogy minden magyar emberen segít, aki dolgozik. Akkor azt magyarázza el nekem, hogyha ez így van, mert egyébként látszólag tényleg így van, hogy akkor miért kellett megemelni majdnem másfélszeresére azt hiszem azt az összeget, amit tulajdonképpen munkanélküli segélyre fordít az állam. Mert ez az összeg viszont emelkedik 2019-ben. Ezt a költségvetési sort nem tudom, nem ismerem, de az biztos, hogy a kormánynak az a célkitűzése, és ugye négy fő prioritása van a költségvetésnek, a jövő évi költségvetésnek, egyrészt, hogy megőrizze az emberek biztonságát, ugye éppen ezért összességében olyan 140 milliárd forinttal többet fordítunk most védelemre, rendvédelemre és közbiztonságra. Ebben egyébként benne van az új közigazgatási bíróságnak is a létrehozatal, és az igazságszolgáltatás is azért az emberek biztonságát és a védelmét szolgálja. Szóval 140 milliárd forintot fordítunk erre. A második cél az a fenntartható növekedésnek a biztosítása. Erősíteni kell a cégeknek a versenyképességét és a terheit csökkenteni. Ezt a célt szolgálja ugye a munkáltatói járuléknak a további 2%-os csökkentése, családtámogatás, tegyünk meg mindent a családokért, erről már szót ejtettünk, és ugye a negyedik nagyon fontos célkitűzés, az a teljes foglalkoztatottságnak az elérése, amire ugye szakemberek azt mondják, hogy 3%, most mi ugye 3,8%-on vagyunk, de az a célunk, hogy ezt legalább 3%-ra, vagy még az alá csökkentsük. Tulajdonképpen ebben is a legnagyobb segítség az a munkáltatói járulékoknak a csökkentése, hiszen az ösztönzi arra a munkáltatókat, hogy egyrészt a jelenleg meglévő munkavállalóiknak a bérét emeljék, másrészt pedig könnyebbé teszi új munkavállalóknak a felvételét. Majd ide kanyarodjunk vissza, mert a kafetériával kapcsolatban én azt gondolom, hogy nagyon sok kérdés merül fel a nézőkben is, de ha már abból indultunk ki, hogy jövőre emelkedik a munkanélküli segélyekre szánt összeg, akkor kérdés az, hogy mi lesz a közmunkásokkal, mert hogy értelemszerűen, vagy nem tudom, tehát meg kéne magyarázni, hogy arra lehet számítani, hogy az onnan átmenetileg munkanélkül maradó, vagy onnan kikerülő átmenetileg munkanélkül maradó emberek átmeneti megsegítésére gondol a kormány, amikor ezt a keretet megemeli, mert hogy a közmunkások létszáma viszont a tervek szerint csökken, meg a rájuk szánt összeg is. Ugye az volt a cél, azt amikor a kormány a közmunkaprogramot bevezette, ami én úgy gondolom, hogy egy sikeres program volt, és betöltötte a funkcióját, de már akkor is azt állítottuk, hogy ez egy átmeneti megoldásnak tekinthető. Tehát az a célunk vele, hogy bevonjuk a munkavilágába azokat, akik korábban semmilyen munkát, akár több éve semmilyen munkát, vagy évtizede semmilyen munkát nem végeztek. A közmunkásokat egyébként a közmunkaprogramban résztvevőket megpróbálja a kormány képezni is, olyan versenyképes tudást adni neki, amivel utána a versenyszférában el tud helyezkedni. Hát azért borsodi kisfalvakban százával csecsemőgondozónak kiképzett roma fiatal nők azt mondják, hogy ez nem biztos, hogy minden esetben sikerül. Igen, de azért mégiscsak azt láthatjuk, hogy a közmunkaprogram csúcsán több mint 200 ezer ember dolgozott a közmunkaprogramban, most meg már kevesebb, mint 150 ezer. Tehát azt lehet látni, hogy 50 ezer ember kikerült a közmunkaprogramból, és megtalálta a saját számítását a versenyszférában. És ugye ezt a folyamatot is várható. Ezt a folyamatot egyébként még tovább segíti az, hogy a közmunkaprogramban
megkereshető pénz, illetve mivel ugye nagyon masszív béremelkedések és minimálbér emelkedések is vannak, ezért a kettő közötti különbség az növekszik. Tehát magyarul egyre inkább megéri kilépni a közmunkaprogramból és találni a versenyszférában munkát, hiszen avval az állam, magyar állampolgár, aki így tesz, az lényegesen többet kereshet, hiszen akkor nagyobb a különbség, növekszik arról, a különbség. Arról, hogy a jövő évi költségvetésből mi olvasható ki, mondjuk a dolgozók mobilitását mivel segíti a kormány a következő évben, mert hogy ezek mind nagyon szép elvek, amiket a közmunkával kapcsolatban az imént elmondott, de hát azért vannak olyan területei az országnak, ahonnan nem lehet kitörni. Ez a tapasztalat, hogy azért nem tudnak kitörni, mert nincs hova menni, nem tudják megfizetni az albérleteket, vagy ha igen, akkor sincs olyan munkatapasztalatuk, amivel könnyen be tudnának illeszkedni. Tehát ez még nagyon-nagyon sok munkát igényel, hogy ezt a réteget sikerüljön elmozdítani. Például ebben egyetértünk, hogy van még tennivaló, és hát a mobilitás az csak az egyik lehetőség. Tehát, hogyha helyben nincs munka, mondjuk egy borsodi kis településen, hogyha már ennél a példánál maradunk, akkor ugye két megoldás van. Munkát vagy, kell odavinni. Vagy ott teremtünk munkát, vagy az ott lakók válnak mobillá, és egyébként mennek el máshova, ahol a munkahely van. Mind a kettő járható út. A kormánynak ebben két dolga van. Nyilván azok a beruházások, amelyek Magyarországra érkeznek, és hál' Istennek azért vannak ilyenek, azokat megpróbálja a kormányzat úgy segíteni, hogy olyan régiókba érkezzenek, ahol a munkanélküliség magasabb, illetve a másik, hogy legyen szakképzett munkaerő, és a szakképzettség az olyan legyen, amire egyébként a versenyszférában, tehát a gazdaságnak szüksége van. Most azt, hogy ez megvalósuljon, az azért, hogy mondjam, egy stabil hátteret igényelne, miközben a szakképzés most éppen a harmadik helyre került viszonylag rövid időn belül. Tehát, hogy nem átlátható, nem stabil, nem kiszámítható, nagyon sokan ezt gondolják róla. Én ezt nem gondolom, sőt, pontosan az a célkitűzés, és ebben egyébként szerintem Palkovics miniszter úr egy ideális ember ennek a célnak a megvalósítására, hogy a munkaerőpiaci igényeket, tehát a gazdaságnak az igényét, azt minél jobban összepasszintsuk a szakképzés rendszerével. Tehát magyarul ténylegesen olyan szakképzett munkaerő kerüljön ki a szakképzésből, amire a gazdaságnak szüksége van, amit a gazdaság föl tud szívni. Varga Mihály és minisztériuma nem volt erre alkalmas? Ők is alkalmasak voltak, csak Palkovics miniszter úr, ugye, aki egyrészt az innovációval is fog foglalkozni, és ez is egy nagyon fontos terület, és érdemes azért nem csak a jelent nézni, a gazdaság jelen igényeit, hanem az a jövőbe is tekinteni, és én azt gondolom, hogy így ez a struktúra jó, hogy együtt van, hiszen az innováció azért az a jövőről is szól, arról is szól, hogy a gazdaság hogyan néz ki ma, de arról is, hogy megpróbáljuk felmérni azt, hogy hogyan fog kinézni holnap. És éppen ezért szerintem jó helyen van, ráadásul miniszter úr a gazdasági szférából jön, tehát pontosan tudja, hogy mik az igények, és ezért az a folyamat, ami a duális képzéssel tulajdonképpen elindult, az most folytatódni fog, pontosan annak a célnak az érdekében, cél elérése érdekében, hogy az az ember, aki munkát szeretne találni, az találjon, és egyébként ehhez ne kelljen feltétlenül elköltöznie, hanem azokban a lemaradó régiókban, vagy lemaradottabb régiókban, ahol kevesebb a munkaidő, a kormány megpróbálja a beruházásokat vinni, amely aztán munkahelyet teremt. Iszonyatosan rohan az időnk. A családtámogatásokkal kapcsolatban akkor még csak egyetlen kérdésem lenne, családi pótlék. Miért nem emeli a kormány? Mi ugye mindig is elmondtuk, hogy De nem emeli jövőre sem. Mi politikánknak a középpontjában nem, mert a mi politikánk középpontjában a munka és a család áll. Éppen ezért azokat a családokat támogatjuk, akik dolgoznak. Azokat a családokat támogatjuk, ahol egy vagy legalább két szülő dolgozik, ezért a családi adókedvezményre fókuszálunk, és egyébként arra, hogy ha már van gyermek a családba, akkor annak a gyermeknek ne kelljen nélkülöznie, tehát például egyébként ne fordulhasson elő az,
hogy egy gyermek az iskolából éhesen megy haza, és ezért ugye a gyermek étkeztetése most a 2010-hez képest több mint háromszor annyi forrást fordít a kormány, közel 80 milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy a közoktatásban résztvevő gyerekeknek a túlnyomó többsége az ingyen jut napi háromszori élelemhez. Akkor lépjünk túl a költségvetésen, mert azt hiszem egy percünk maradt nagyjából, és az én kezemben itt van egy kormányhatározat, amely gyakorlatilag azonnali létszám stoppot rendel el június 20-ától a kormányhivataloknál, központi hivataloknál, fővárosi és megyei kormányhivataloknál. Erre miért van szükség? Hát a bürokrácia az olyan, mint a kis gömböc, az mindig szereti növelni a saját méretét. Tehát megint eljutottunk oda, ahol mondjuk 2016. januárjában voltunk, hogy létszámcsökkentésre kell készülni a közszférában? Ugye a létszámstopp az nem egyenlő a létszámcsökkentéssel. Még egyszer mondom, hogy a bürokrácia szereti növelni önmagát, szeret önmagának új feladatokat kitalálni, úgyhogy arra nem biztos, hogy szükség van. Ezért azt gondolom, hogy a létszámstopp, amivel már egyébként a kormány nagyon sokszor élt, tehát például nehezebb időkben is, 2010-ben is volt már létszámstopp, ami akár évekig is fennmaradt, az azt jelenti, hogy új munkavállalókat ezekben a intézményekben, kormányhivatalokban, oktatási hivatalokban nem lehet fölvenni. Ez ennyit jelent. Nem elbocsátást igen, jelent, de hát ez a statisztikák annyit jelent, szerint, hogy nem lehet több embert felvenni. De a statisztikák szerint már most is 10%-os létszámhiány van, tehát lassan a szolgáltatás minősége kerül veszélybe, mondják azok, akik ebben a szférában dolgoznak. Tehát hogyha nem lehet majd a nyugdíjasok vagy nyugdíjba vonulók helyére újakat felvenni, vagy a más okból mondjuk a piaci szférával távozók helyére új embereket felvenni, akkor azért ez a 10% ez felmehet 12-re, 13-ra, tehát hogy nő a hiány. De a létszámstopp az nem azt jelenti, hogy aki elmegy a versenyszférába, akkor annak a helyére nem lehet fölvenni senkit. Jó, ezeket tisztázni kell, igen, ezért, ezért kérdezem. A létszámstopp az azt jelenti, hogy van most adott számú munkavállaló, és annál több nem lehet. De hogyha valaki elmegy, akkor annak a helyére természetesen föl lehet venni valakit, hiszen hogy azért elég nagy a fluktuáció, de egyébként csak annyit mondok, hogy vannak olyanok, akik meg azt mondják még minden mai napig, és egyébként ez részint jogos kritika, hogy az állam az még mindig túl nagy. Az államnak még mindig túl sok az alkalmazottja. Nemzetközi összehasonlításban meg mondjuk nekem szakszervezeti vélemények vannak erről a kérdésről, ők azt mondják, hogy nálunk még mindig legalább 2%-kal alacsonyabb ennek a szférának a mérete, mint mondjuk a környező országokban, vagy Európa nagyon sok országában, de azt hiszem ez most egy külön műsor lenne. Igen. Minden esetre köszönöm szépen önnek a beszélgetést. Én azt gondolom, hogy a költségvetés további fejezeteiről, vagy részeiről, vagy sorairól még érdemes lesz az elkövetkező napokban sokszor sok helyen szólni, úgyhogy Hollik Istvánnak köszönöm a mostani beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget. És akkor mi pedig majd a stúdióban egy rövid előzetes után a gyerekek nyári gondjaival foglalkozunk, hogy miért, mire kell különösen figyelni a szülőknek egy orvos szemszögéből.